Tésztát és rizst ajánl fel a nyugat-bolíviai El Alto polgármestere azoknak a helyieknek, akik beoltatják magukat koronavírus ellen. A település vezetése így próbálja fokozni az oltakozási kedvet a hiperinfláció sújtotta ország brutálisan elszegényedett lakossága körében. Az ötletet az adta, hogy nagyon kevesen vették fel eddig az oltást a kampány indulásakor, így viszont sokan fognak jönni, az már biztos, mondta a helyi tanács tagja. Emellett új oltóközpontok is nyílnak, valamint a kormány több hűtőszekrényt küldött a városba, hogy legyen elég hely a vakcinák tárolására. Az egészségügyi minisztérium egyre hangsúlyozza, hogy El Alto fontos állomás az átoltottság felé vezető úton. A minisztérium közlése szerint a 7,1 milliós lakosságnak eddig 28%-a kapta meg mindkét dózis, 40%-a pedig az elsőt. A dél-amerikai országban nemrég érkezett újabb szállítmány az orosz Sputnik vakcinából, amelyet a második dózisra várók kapnak majd.